Már 4 éve ingyenes a havi első 2 készpénzfelvétel 150 ezer forintig összességében. Erről 1 évvel azután döntött az országgyűlés, hogy bevezették a tranzakciós illetéket. Azóta 5 évvel nőtt, történelmi magasságokba emelkedett a készpénzforgalom Magyarországon. Többen a bankszámlájukat is megszüntették, hiába ígérte a kormány, hogy nincs mitől tartaniuk. Nem fogják jobban áthárítani, hiszen óriási verseny lesz, még nagyobb verseny lesz. Az elmúlt 5 évben átlagosan 48%-kal drágultak a pénzügyi szolgáltatások Magyarországon, így hárították át teljes egészében ügyfeleikre a tranzakciós illetéket a bankok az elmúlt években a portfólió szerint. Ők úgy számolnak, most harmadával kevesebbe kerülne a bankolás, ha a kormány kivezetné a még válságintézkedésnek szánt adót, és kizárólag a piacra, a versenyre bízná a díjakat. A havi 2-szeri ingyenes, 150 ezerig ingyenes készpénzfelvétel, ami egy kicsit mérsékelte ezt az emelkedést, de mondjuk 5 évvel ezelőtthöz képest a mai nappal így is másfélszer drágább a bankolás. Az ügyfél, akinek a számlájára havi 150 ezer forint fizetés érkezik, havonta 2-szer vesz fel készpénzt és 2 átutalást indít. Neki átlagos számlacsomaggal havi 950 forintba került a bankolás a tranzakciós illeték bevezetése előtt. A Bankmonitor szerint most több mint 1300 forintot fizet ugyanazért. A 2 készpénzfelvétel már ingyenes, de minden más drágult. Ez jelentkezik az ősz díjakban is. Ugye én azt gondolom, hogy körülbelül 20%-os mértékben drágult az átlagos havi bankköltség a lakosság számára. Az LMP azt mondja, meg kell szüntetni a tranzakciós illetéket, amelynek szerintük már a bevezetése is elhibázott volt. Gyakorlatilag a kormány arról beszélt, hogy az emberek oldalán állt, de várható volt, előre jeleztük mi is, hogy a tranzakciós illetéket át fogják hárítani az adófizetőkre, ez történt. Kerestük a kormányt, elégedettek-e a tranzakciós illeték hatásaival, esetleg kívánnak-e változtatni a mértékén. Azt írták, az adó egy jól tervezhető bevétele az államkasszának, erre a közösségi kiadásokhoz szükség van.